Akkor visszatérve, szavaztok srácok, visszatérve, egyébként ennyi, egy másodperc telt el a két felvétel között. A lényeg az, megvolt a fürdőgatya vásárlás, jó, felszállunk a DKV-ra. Mondtam, hogy visszatérünk erre a DKV dologra. A DKV dolog azért nagy királyság, mert Pesten lévő kombinók azért az mondjuk egy modern felszerelés, viszont a DKV meglőtte egy kicsit ezt a modernitást, konkrétan annyi van, hogy gyakorlatilag ugyanolyan, mint egy kombinó, csak vannak rajta mini tévék. Mini tévén reklámok mennek. A DKV mini tévén milyen reklám megy? Szigorúan PowerPoint-tal készített reklám egyébként, szóval az tökéletes. Szóval a mini tévé, a DKV mini tévéjének a kijelzőjén milyen reklám megy? DKV reklám. És olyan szürreális helyzetű DKV reklámokat adnak, ami nekem így pesti lélekkel mondjuk annyira, nekem szürreális, aztán lehet, hogy egyébként Debrecenben nem szürreális, de mondjuk az, hogy a kislány otthon van, apuci már ülne be a hát középkategóriás kocsijába, szóval nem egy Trabantba, hanem mondjuk egy nem tudom, egy Volvo-ba, egy mondjuk terepjáró XC90-be ül be, apuka, becsücsen mellé a kislánya, azt mondja, vagy anyuka, azt mondja, apa, én mikor mehetek a többiekkel a DKV-n? Lányom, bármikor, csak meg kell venni a bérletet. Apa, léci, vegyél nekem bérletet, vagy valami ilyesmi volt az egész reklám. És mondjuk így pestiként így elgondolkoztam rajta, hogy mikor fordul elő az a szituáció, hogy apa, tök jó, hogy viszel a meleg, jó illatú, kényelmes autódba a suliba, de én a többiekkel szeretném mások hónalját szagolni a kombinón. Léci, vegyél nekem BKV bérletet! Léci, tudom, hogy a Volvo-nak az ülésében nem úgy osztak bele, de a BKV-n talán igen! Léci! Nem él egyszerű a szituáció. Én nem akartam egyébként sem BKV-sokat, sem pedig DKV-sokat megbántani ezzel. De mindegy, utazunk a DKV-n egyelőre még csak odafele, ami azt jelenti, hogy odafele, hogy a program úgy telt, hogy állatkert, vidámpark, és utána volt az Aqua World, vagy Aqua City, nem tudom, hogy hívják, mi a neve. És jó, állatkert, vidámpark egybe, tökéletes, péntek délelőtt, hát mondjuk péntek dél legyen, péntek dél. Péntek délben az állatkert, vidámparknak az össz létszáma, azok a dolgozók, az állatok és mi. Tényleg pénteken délután nem mentünk a debreceni állatkertbe, úgyhogy gyakorlatilag csak mi voltunk. Na de a vidámpark egy még viccesebb sztori volt, mert az állatkertet gyorsan letudtunk, mindenki vidámparkozni akart menni. Jó, tökéletes, megvettük a jegyeket, bemegyünk, jó, állat, tök király, ott volt egy láma, amit még mindig baromira gyűlölöm azt az állatot, mert egyszerűen köpködne, engem ne köpködjön, a tevéket sem csípem annyira úgy közelről, mert köpködnek. Sok videót láttam én, ahol köpködnek, annyira nem vagyok velük jó haverságban. És jó, azokat letudtuk, szép, hogy szép állatok, tök, amúgy tényleg jól meg van csinálva, szép, szép az állatkert, viszont vidámpark. Vidámparkban az elején elmondták, hogy lehet ilyen kis tiketeket vásárolni, ott is valaki sétált, tök jó, lehet ilyen kis tiketeket vásárolni a vidámparkba, és 200, 400, 1000, stb. Kis tiketeket lehet venni, és mondjuk egy Dodge-em 200, vagy valami ilyesmi. Dodge-emeztünk, az nagyon nagy királyság volt, majd utána felültem, debreceniek tudják, hogy mi az, meg ilyen egy autó. Amíg a kutyasétáltató hölgy ide nem ér, addig azért megpróbálom befejezni. Kicsit rövidre zárom itt a dolgot. A lényeg az, hogy utána pedig jött az, amit debrecenek tudják, hogy mi az, aki pedig Pesten volt vidámparkban, szerintem az is tudja. Nem máson voltunk, mint a föld körüli út, vagy valami ilyesmi. A lényeg az, hogy elindulsz így, majd utána futtatod utadat így, majd utána elkezdesz így menni. És rosszul voltam, esküszöm, rosszul voltam, én nagyon sok vidámparki dologgal ki vagyok békülve, ami lineálisan megy és gyorsan, nekem mehet bármilyen gyorsan, tényleg okárt osztom, és szeretek is gyorsan menni, egyszerűen nekem ezek megvannak ezek a dolgok, de egyszerűen, ami körbe-körbe megy, na azzal nekem ki van a tököm, de tényleg nekem ne menjen körbe-körbe, nekem centrifugális mozdulatokat ne végezzem, mert rosszul leszek rajta. Konkrétan úgy működött, hogy elindulunk, mondom, tök jó kis sétautókázás lesz, ha elkezdtünk följebb menni, ha mondom köszi, én már lassan elég, mondjuk itt álljunk meg ennél a sebességnél ezek kibékülök, fölmegyünk és végigüvöltöttem, hogy amikor nem voltunk ugye fönt vagy tuk-tuk-tuk, és utána leérsz ott, ahol a kezelők vannak, leérsz tuk-tuk-tuk, és akkor üvöltöttem, álljunk már meg! Tuk-tuk-tuk-tuk, elég volt, tuk-tuk-tuk-tuk, rosszul leszek, tuk-tuk-tuk, lassítsunk, tuk-tuk-tuk, és így ment. Na, jön a kutyasétáltató hölgy, szóval ezt is majd mindjárt folytatom. A kutyasétáltató is hölgy, és elment, igazából az előző videóban egy maratonfutóval találkoztunk, ebben most egy kutyasétáltatóval, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy igen, túl voltunk azon a fantasztikus szaron, amit én nagyon utáltam, valami világ körüli, galaxis körül, valami ilyen hülyeség, szóval a lényeg az, hogy
tök jó, körbe-körbe, ne menjen, egyszerűen az nem megy nekem, és mondom, hogy öltöttem, álljunk meg, nem érzem jól magam, állj, stb. Azt mondja, Benet, én végigrögt, mert ott ültek mögöttem azért természetesen, azt mondja, igazából jobban fájt a hasam a röhögéstől, mint a félelemtől, mert hogy ő igazából azt mondta, a legfélelmetesebbet talán, és emberünk tényleg ilyen, hogy mindenből a leget, és ő azt is megcsinálja, tök mindegy. Még az, hogy ők ott hátul sírtak a rögést, én leszálltam hófehéren, tényleg így letántorkok, mondom, vagy zsókázni fogok, szépen leülök a padra, és azt mondtam, hogy köszönöm gyerekek a Vidán Parkot, se pénzem, se kedvem, se, ez elég volt nekem ez a Vidán Park, ez itt véget ért, mondom, oké, hogy ez igazából, azt hiszem, hogy vigyázzat, ez 14 évesektől volt, 14 évesen tudod, hogy mikor ültem volna föl erre, soha, de még 21 évesen sem fogok fölülni, mert saját akaratból 18 évesen sem ültem volna föl, csak azt mondták a többiek, jó lesz ez, kipróbáljuk. Jó is volt, nem volt jó. De mindegy, én azt mondtam ott, hogy oké, nekem ennyi elég, mondom, ez nekem egy halálos tortúra volt, amit én itt leműveltem az elmúlt fél órában. Na de akkor jött még egy, már pedig a kukac. Na most a kukacot ismertem, mert egyszer még annó voltunk itt Németországban az osztályal, tényleg ilyen 5.-6. osztály környékén, inkább 4.-5. osztály környékén, kimutunk Németországba, és ott bementünk egy Vidán Parkba, és ott volt a tuti, megtaláltam a kukacot ott is, na mondom, ez meg lesz, mondom, én ezt ismerem, mondom, ezen mehetünk, mondom, lineálisan megy, előre megyek, nem körbe-körbe, mint a hülye gyerek, előre megyek és gyorsan, mondom, az nekem megvan, na most a németországi kukac, ha ment 10-zel, akkor ez ment 2-vel, és most csak így arányszámokat mondta, nem tudom, mennyiben mennek ezek, ó, de mondom, tökéletes van, ezután a szar után, én nekem ez világmegváltó program, a többiek baromira unták, és akkor jött a nagy meglepetés. Aki esetleg el akar menni a debreceni Vidán Parkba, és nem tudja, mi ez a nagy meglepetés, az itt kapcsolja ki a videót, nem hiszem el, bazd meg, hogy megijön egy autó, akkor megint mindjárt visszajövök, meglepetéssel folytatjuk. Szóval jött a nagy meglepetés, és aminek pontosan ez a neve, hogy a meglepetés, na mondom, tökéletes, mondom, na az lesz az, amire én nem éltem fel, az már 16 évtől felülieknek ajánlott, kérdeztük ott az ott dolgozókat, mindjárt azt is elmesem, az is nagyon nagy dolog, kérdeztük ott az ott dolgozókat, hogy ugyan már melyik a legfélelmetesebb, persze nem én kérdeztem, hanem Benet barátom, ugyan már melyik a legfélelmetesebb, azt mondja, a nagy meglepetés, na mondom, tökéletes, egyébként az sem volt annyira bíztató, hogy egynek kettőnek a tábláját megnéztem, hogy ugyan már mikor készültek ezek az európai csodák, amiket itt használunk, 56-ban és Oroszországban, vagy ilyen 50-50 valahány környékén, nagyon nem volt biztató, hogy egy ilyen jó pár éves, mondjuk egy 60-70 éves dolgon ülök jelenleg, de mondjuk, jó lesz, ha eddig nem haltak meg rajta sokan, akkor én sem fogok. Na, jött a nagy meglepetés. Na most a nagy meglepetés alapul úgy kezdődött, hogy oda mentünk, tuk-tuk-tuk. Na és akkor most elmesélem, hogy miért mondtam azt, hogy visszatérünk majd az ott dolgozókra. Azért, mert a péntek délben debreceni Vidán Parkban jelenlévő emberek azóta nem bővült annyira sokkal, szóval konkrétan annyi volt, hogy voltunk mi, hatan, akik bementek a Vidán Parkba, és volt 2 darab alkalmazott, ami 2 darab ott volt dolgozó embert jelent, és most ezzel a 2 darab alkalmazottal járkáltunk úgy, hogy na mit szeretnétek kipróbálni, azt bekapcsoljuk. Szóval az, hogy előtte való egész nap ment és tök biztonságos, mert eddig senkinek nem volt semmi baja, az nem volt nálunk referencia gyakorlatilag, mert nálunk annyi volt, hogy most vagytok itt, tök jó, most bekapcsoljuk. Utoljára mikor ment? Hát azt már senki se tudhassa. Na mondom, tök mindegy, jó lesz, nagy meglepetés, oda mentünk. Ja, és egyébként tényleg ennyi volt, hogy hatan mentünk, mint diákok, és a 2 darab alkalmazottal, a képkezelőkkel mentünk és jártuk a dolgokat, és amit akartak, azt megnyitottunk, megnyitattuk velük, és utána pedig ezt kipróbáltuk. Na jött a nagy meglepetés. Alapból mondom, úgy kezdődött, ezt már párszor elmondtam a videóban, mindjárt megint kitérek, valami nem. Szóval alapból úgy kezdődött, hogy oda mentünk, és azért azt először letesztelték. Na most a nagy meglepetés, aki nem ismeri és meg akar ismeri, az ne figyeljen ide, az annyiból áll, hogy van egy ilyen lap, körlap, aminek a szélén így van bekerítve a széle, és középen egy üres terület van. És a szélén, erre a kis falra, erre a kis keretre fel vannak akasztva ilyen kapaszkodók. Szóval gyakorlatilag azon úgy állsz, mint hering a dobozban, így tuk, megfogod szépen kis kapaszkodóval, melletted áll egy ember, és így befele a kör, befele-fele nézel. Ami tök jó, megnéztük, hogy működik. Akkor már egy-ketten azért elbizonytalanodtak, hogy hú, lehet, hogy mégsem kéne, mert az gyakorlatilag úgy működik, hogy az is elkezd lefele pörögni, majd elkezd így pörögni, és ez
baromi gyorsan csinálja. Na mondom, tökéletes, körbe-körbe mondom nekem, azt felejtsük el, mondom, az nagyon nagy vicc, engem körbe-körbe innentől kezdve semmi nem visz. Maximum meg a saját fejem után. Szóval a lényeg az, hogy jó, felálltak rá a srácok, szereztünk még pár embert ott az osztályból, akik ugyanúgy bevállalták, bár igaz, hogy ők azért nem látták, szóval őket utána hívtuk oda, miután mi megnéztük, hogy ez mi is lesz. Felszálltak rá, nagyon élvezték. Én nem, én már a látványától kivoltam. Tök mindegy, végeztünk a Vidán Parkkal, azért visszafele menet, az állatkertnek egy másik útvonalán mentünk, ahol eddig még nem voltunk, és ott én tök érdekes állatokat találtam. Mondjuk oroszlánt, meg úgy tök jó nagy madarakat, meg ilyesmi, és ilyen gondolkoztam, hogy mi az anyám, miért kellett nekem körbe-körbe mennem, és hány ingerem lennem, hogyha itt vannak a tuti kis állatok, amiket lehet nézni, nem bántanak, nem lesz tőlük hány ingerem, tök jól lehettem volna velük, nem, Vidán Parkoztam, teljesen mindegy, visszafele menet ott az osztályhoz, ott találkozóhoz, ott azért még egyszer-kétszer ugye elszaladtam egy-két helyre, mert gyorsan megnézem, mik vannak itt. Azt letudtuk, jött az Aqua World, Aqua City, Aqua tök tudja mi. Mentünk az Aquába, tökéletes volt, ott el voltunk, ellepzseltünk, ott egy osztálykiránduláson résztvevő, másik osztálykiránduláson résztvevő osztályjal találkoztam, ott pár oda is jöttetek hozzám, ha nézitek esetleg, akkor szevasztok. És az tök jó volt minden, letudtuk. Majd utána mi elváltunk az osztálytól hárman, mert nekünk ugye jönni kellett vissza. Egy, mert Ricsinek meccse volt, kettő, menetnek dolga volt, három, meg nekem szombaton szegedi plét, és ez mind volt délután 6 órakor Debrecenben. Tehát délután 6-kor Debrecenben jöttünk rá arra, hogy menni kéne lassan, mert mondjuk értelmes időpontban kéne hazaérni. Na most az azt jelenti, hogy elindultunk úgy 7:30 fele, mert hazafele DKV-ztünk, tökéletes volt, zögykölöttünk a kis vilin, és na most az a beszállás egyébként, ez egy kis pluszpoén, hogy ülünk a DKV-n, tényleg Debrecenben eddig életemben egyszer voltam, és ülök a DKV-n, nézek ki az ablakon, és ott a VR Pisti. Hát mondom, beszállsz, mondom, rád írok, hogy mondom, nagyon jól nézel ki itt a villamosról. Azt mondja, warum bist du hier? Valahogy úgy magyarul megfogalmazta, hogy ugyan már miért vagy itt. Azt mondom neki, hát igazából két napra jöttem le, ami egy éjszak, az a két nap egy éjszakra lejöttem osztálykiránduláson, és akkor is a VR Pistit láttam így a villamosnak az ablakában, mindegy, ezen csak rögtem egy jót. Csak saját magamat szórakoztattam ezen, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy visszaértünk a szállásra, tökéletes, jó, mehetünk akkor haza. Jó, ha fél nyolc fele elindulunk, haza is érünk. Na most Debrecenből az út, az 2:30 haza, hogyha jól számoltam, de körülbelül 2:30 volt, mire mindenkit hazadobtam és hazaértem. Ami azt jelenti, hogy 7:30 elindulunk, akkor 7:30, meg 7:30 az 8:00, meg 10:00 itthon voltam. Ami nagyon nagy királyság, 10 órakor itthon voltam, felvettem kis asszonykámat is, beültünk a kis gépjárművezetbe, akkor ő egyébként akkor ült ő először mellettem, hogy egyébként, hogy maradjunk a vidnunk az alaptémáján az első 5000 kilométernél. És nem tudom egyébként, hogy hány percnél tarthatok, hogyha ez már következő videó, akkor sorry. Beültünk az autóba, jó, tök, hazaérkeztünk, minden jó, alvás azonnal, a gyerekek, mert 10:30 van, és nekem holnap 5-kor kell kelnem Szegedre. Szeged ez egyébként nem volt egy nagy, hát azért ezt is elmesélem egy külön videóban, max az rövidebb lesz. Hogyha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és hogyha még nem ismeritek azt, amit én csinálok, akkor iratkozzatok fel nyugodtan, és nem sokára jön a szegedi élménybeszámoló. Szevasztok!